Ma kezdődik Budapesten a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Világszerte 1,2 milliárd hívő figyel az eseményre. A vírus negyedik hulláma az oltatlanok járványa lesz. Erről beszélt a vezető háziorvos, aki szerint a vakcina a megoldás a betegség ellen. Bemutatkozott Fabricius Gábor első nagy játékfilmje a Velencei Filmkritikusok hetén. 6 másik produkcióval áll versenyben. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Ünnepi megnyitóval és szentmisével kezdődik ma délután az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten a Hősök terén. Magyarország 1938 után másodszor ad otthont a katolikus egyház rendezvényének, amelyet világszerte 1,2 milliárd hívő figyel majd. Az eredetileg 2020-ra tervezett kongresszust a koronavírus járvány miatt kellett elhalasztani. Fábri Kornél, az esemény főtitkára az M1-en elmondta, nap mint nap rendkívül színes program. Programokkal várják az érdeklődőket a főváros több pontján. Kiemelte, a tájékozódást segíti egy telefonos alkalmazás is. A NEC 2020 elnevezésű applikáció letöltésével több nyelven bárki számára elérhetők a liturgiák szövegei, a kongresszus programjai, valamint helyszínei is. Hétfőtől péntekig ez a lelki gyakorlat része, erre olyan napi 5-6 ezer embert jelentkezett eddig, ez a Hung Expo lesz, oda is van a napi jegyen, még be lehet jönni. Csütörtökön a szentségimádás lesz a bazilikában, ez regisztrációmentes, 2 órán keresztül van szentségimádás, és lehetőség szentgyónásra különböző nyelveken, hiszen több nyelvű atyák érkeznek. Pénteken lesz a Ákos koncert és forráspont a Paplászló Sportarénában, ez úgy néz ki, hogy teltházas lesz, 12 ezer fiatal jelentkezett már erre. Szombat a családoké a Margit szigeten, az is teljesen szabadon látogatható, reggel 10-től délután 3 óráig, ott is színpadokon koncertek, tanítások, szabad kézműves foglalkozások, egyebek lesznek, tényleg minden korosztálynak, és hát délután 5-kor meg a Szent Mise a parlamentnél. A kongresszus ünnepélyes megnyitója 3 órakor kezdődik a Hősök terén. A helyszínen már ott van kollégánk Silaher Tamás. Tamás, milyen programok lesznek ma? Jó napot kívánok! Itt a Hősök terén már minden készen áll az eukarisztikus kongresszus kezdetére. A tér közepén álló hatalmas színpadon az utolsó simításokat végzik. Próbálnak a nyitó műsorban résztvevő zenészek, és egy bő fél óra múlva pedig a kapukat is megnyitják, akkortól kezdik majd beengedni a szektorokba az embereket. A szervezők 40 ezer embert várnak a mai eseményre, köztük azt a több mint 1000 itthonról és a határon túlról érkező 9-10 éves gyermeket, akik a nyitó szentmisén lesznek első áldozók, tehát ma veszik először magukhoz az oltári szentséget. Az ünnepélyes megnyitó délután 3-kor kezdődik, de már előtte lesz egy felvezető program zenészek, táncosok közreműködésével. A nyitó műsor, amelynek címe Magyarország, Mária országa, a Kárpát-medence magyarságát és a kereszténységgel való 1000 éves kapcsolatát mutatja be 300 néptáncos és hagyományőrző segítségével. Ezt követi az ünnepi nyitómise délután 4 órakor, amelynek fő celebránsa Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke, és ezen a misén lesz tehát a tömeges első áldozás is. A mai programok itt a Hősök terén regisztráció nélkül is látogathatók a szervezők. Mindenkit várnak, aki szeretne személyesen is részt venni, hogy jöjjön ide a Hősök terére, de ezt ne autóval tegye, a környéken jelentős forgalomkorlátozások vannak, viszont a BKK járatai sűrűbben közlekednek, így mindenkitől azt kérik, hogy ezeket használják. A 3 órakor kezdődő nyitó műsort, illetve az azt követő nyitó szentmisét a Duna csatorna, illetve a Kossuth Rádió élőben közvetíti. Silaher Tamás, köszönjük szépen! A Máltai Szeretetszolgálat is készül a kongresszusra, méghozzá kulturális és hitéleti programokkal, de a karitatív szervezet mentőszolgálata egészségügyi feladatokat is ellát majd. Győri Dani Lajos, a Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke az M1-en elmondta, a hétköznapokon zárt Batthyány téri központjukat erre a hétre megnyitják, ahol egy fotókiállítás is várja az érdeklődőket.
Ennek a témája önmagunk vagyunk, tehát azt szeretnénk megmutatni az oda betérőknek, hogy milyen feladatokat végzünk határon innen és határon túl, és egy picit felvillantani azokat a képsorokat, amik szerintünk szimbolizálják az életünket, a mindennapi életünket. Emellett lesznek találkozások, beszélgetések. Különleges hangversenyt tartottak a Dohány utcai zsinagógában az eukarisztikus kongresszus felvezető programjaként. A zsidó-keresztény párbeszéd koncerten zsoltárok hangzottak el zsidó és kulturális egyházzenei feldolgozásban. Fellépett mások mellett Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, Dobszei Péter orgonaművész és a Solti kamarazenekar. A hangversenyt Erdő Péter bíboros, valamint Fröhlich Róbert országos főrabbi nyitotta meg. Járatsűrítésekkel készül a BKK a fővárosban az eukarisztikus kongresszus idejére. Gyakrabban jár az 1-es, valamint a 4-es, 6-os villamos, akár csak az 1-es, a 2-es és a 4-es metró, illetve az M3-as metrópótló buszok. A rendezvényre látogatóknak azt ajánlják, hogy a tömegközlekedési járatokra elővételben vagy mobiljegyként vásárolják meg jegyüket vagy bérletüket. A járványok és a népvándorlások korába érkeztünk, erre kell felkészíteni az országokat. Erről is beszélt a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában Orbán Balázs. Az államtitkár a Köccsei polgári pikniken elhangzott miniszterelnöki értékelésre utalva azt is mondta, hogy az Európai Unió gyengül a geopolitikai térben, egyre kisebb az érdekérvényesítő képessége, és versenyképességi problémái is vannak. Újra együtt, ezzel a címmel tett ki közösségi oldalára videót a miniszterelnök a köccsei polgári piknikről. 20. alkalommal jöttek össze a jobboldali konzervatív politikusok és közéleti személyiségek szombaton. Magyarország biztos pont ebben a bizonytalan világban, így kezdte bejegyzését a miniszterelnök közösségi oldalán, ahol Köccsei beszédéből tett közzé idézetet. Orbán Viktor úgy folytatta, megvédjük a családokat, csökkentjük az adókat, segélyhelyett munkát adunk és kiállunk a nemzeti érdekeinkért. Az oltás működik, Magyarország működik. A koronavírus elleni oltás működik, Magyarország működik, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Orbán Balázs arról beszélt, hogy a kormányfő Köccsén tartott előadásában elmondta, továbbra sem terveznek járványügyi korlátozásokat, mert a megoldás nem a korlátozás, hanem az oltás. Az idei piknik kiemelt témája volt Európa jövője is. Ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta, az Európai Unió számos kihívás előtt áll, többek között adósságválság, versenyképességi problémák és az, hogy nem tudjuk érvényesíteni az akaratunkat a világban, mert jelenleg ideológiai viták vannak stratégiai és geopolitikai kérdések helyett. Orbán Balázs kiemelte, ilyen ideológiai vita zajlik a migráció kérdésében is. A probléma az, hogy az Európai Unió továbbra is megosztott a migráció kérdésében. Lehet, hogy szavakban, lehet, hogy retorikában változott a dolog. Mi 2015-ben szinte csak egyedül voltunk a V4-es országokkal, most már többen Közép-Kelet-Európából is, és páran nyugatról is hasonló módon gondolkodnak ebben a kérdésben, mint Magyarország, hogy a határokat le kell zárni, határokat meg kell védeni, a tömeges migráció az nem a megoldás, hanem az a probléma maga, ami ellen küzdeni kell. Orbán Balázs a miniszterelnököt idézve hozzátette, a népvándorlások és járványok korában vagyunk, és minden országot fel kell készíteni ennek kezelésére. Ugyanakkor az Európai Unió a legélhetőbb, legjobb keret Magyarország számára, ezért abban vagyunk érdekeltek, hogy az a közösség egyben maradjon. A negyedik hullám az oltatlanok járványa lesz. Erről beszélt az Országos Kollegiális Vezetőházi Orvos az M1-en. Bikási Szabolcs szerint a járvány felszálló ágban van, ami a szennyvíz adatokból, illetve az új megbetegedések számából is látszik. Hozzátettem, az új betegek többsége már az oltatlanok közül kerül ki, illetve a delta variáns nagyobb arányban fertőzés súlyosabb betegséget is okoz, mint a korábbi mutánsok. Ezért mindenkinek azt javasolja, hogy amilyen gyorsan csak lehet, oltassa be magát. Az előkészítés után néhány percen belül már be is adják a vakcinát Debrecenben. Összehangoltan megy a munka, 252 napja oltanak. A páciensek egymás után érkeznek, nincs megállás. Ez nagyon fontos, hogy ezt a csúnya betegséget ne kapják el. Egy nap alatt mintegy 900 injekciót adnak be, ebből 300 már a harmadik dózis.
Ez a harmadik, tehát egyszerre kaptuk, ezt is egyszerre kértük, ugyanazt a típusú vakcinát kapjuk, és mindenféleképpen a biztonságot törekszünk, tehát hogyha el is kapjuk, de úgy kerüljünk ki a mellékhatásokból, vagy a betegségből, hogy ne legyen komolyabb gondunk. Emelkedik a szótakozási szándék. Egyre többen vannak, akik rászánták magukat és kérik a koronavírus elleni vakcinát. Az orvosok szerint erre nagy szükség van, ugyanis a védőoltás azoknak is elengedhetetlen, akik korábban átestek a betegségen. Ugyanis az akkor kialakult védelem napról napra gyengül, ezzel szemben az összes itthon engedélyezett vakcina tartós ellenállást biztosít. Nagyon fontos az oltás felvétele, mert ez az egy tanít meg minket arra, hogy a következő alkalommal védekezzünk, és ahogy a szervezetünkbe bejut a vírus, azonnal elkezdjünk védekezni. Nincs fontosabb, és nincs jobb megoldás az oltástól. Vasárnap is országszerte biztosított az oltás, így a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban is folyamatosan adják be a vakcinát. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Több oltóponton várják azokat, akik az első, második vagy harmadik oltásra érkeznek. Minden korosztályból van jelentkező, és egyre több a fiatal is. A 12 és 16 éves korosztály oltása elkülöníteten történik a gyermekgyógyászati osztály megfelelően felszerelt szakrendelőjében. Itt gyermekorvos adja be a első és második körös Pfizer oltásokat. A negyedik hullám az potenciálisan az oltatlanoknak a hulláma lesz. Emelkedő tendenciát mutat a koronavírus járvány itthon, ami a megbetegedések számából és a szennyvízadatokból is látszik. Erről Békási Szabolcs beszélt az M1-en. Az országos kollegális vezető házi orvos azt mondta, a delta variáns nagyobb arányban fertőzés, súlyosabb megbetegedést is okoz, mint a korábbi mutánsok. Ez pedig leginkább azokra veszélyes, akik egyáltalán nem oltatták be magukat. Ők azok, akik tulajdonképpen nagy veszélynek vannak kitéve, hiszen az ő esetükben kell súlyos kórházi kezelést igénylő lefolyással számolni. Természetesen előfordul egy-egy eset, amikor az oltottak köréből kerül ki egy-egy fertőzött beteg, viszont meg tudom erősíteni azt a mindennapi gyakorlatból is, hogy az ő esetükben sokkal enyhébb lefolyással kell számolni. Békási Szabolcs kiemelte, a házi orvosok mindent megtesznek, hogy rábeszéljék az embereket a vakcinára, ugyanis az új fertőzöttek túlnyomó többsége már az oltatlanok közül kerül ki. Berobbant a járvány negyedik hulláma Szlovéniában, emiatt újabb szigorításokról döntött a szlovén kormány. Az utóbbi hetekben rohamosan terjed a vírus, már az egész ország átkerült a piros, súlyosan fertőzött régiók listájára. A kórházakban kezelt betegek szinte kivétel nélkül oltatlanok. A szomszédos országban eddig még mindig csak a lakosság kevesebb, mint a felét sikerült beoltani. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana tudósított. Hétfőtől szinte minden ágazatra kiterjeszti a koronavírus elleni védettségi igazolást. Minden olyan személynek rendelkeznie kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel, aki közvetlen kapcsolatban lép más személyekkel, olyan intézményben dolgozik, vagy olyan tevékenységet folytat, ahol fennáll a vírus terjedésének veszélye. Ilyen az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a kiskereskedelem, a különböző szolgáltatások, a kulturális és vallási tevékenységek, de a sport is. Vonatkozik ez az ügyfelekre is, így például azokra, akik fodrászhoz vagy kozmetikushoz szeretnének menni. A szomszédos Horvátországban sem jobb a helyzet. Egy hét alatt harmadával nőtt az új fertőzöttek száma. Pénteken például ismét 1000-hez közelített a napi új esetszám. A kórházban kezelt betegek száma kétszeresen, az intenzív osztályon kezelt betegek száma pedig a háromszorosa a tavaly ilyenkori adatnak. A szakértők itt is úgy látják, hogy a járvány negyedik szakasza az oltatlanok hulláma lesz. És Szerbiát sem kíméli a negyedik hullám, már minden negyedik koronavírus teszt pozitív, vagyis egyre több az új fertőzött. A héten ráadásul megnyitott az ország harmadik Covid kórháza is Újvidéken. Déli szomszédunknál már a negyedik oltás is szóba került, ami jövő februárban lehet időszerű. Ugyanakkor sokan még az első vakcinát sem kérték. Részletek Pető Attilától. Körülbelül a 80%-a a lakosságnak be kell, hogy legyen ott ahhoz, hogy kialakulhasson ez a kollektív immunitás. Itt viszont alig a fele, fogalmazunk így, alig a fele oltakozott eddig a lakosságnak, tehát egy kicsivel több mint 50%-a van beoltva a szerbiai polgároknak. És hát nem akarnak az emberek, érdekes, hogy a többi embert nagyon nehéz rávenni arra, hogy oltakozzanak.
Ausztráliának stratégiát kell váltani a járványkezelésben, ezt az ausztrál kormányfő jelentette be. Hiába vannak hónapok óta lezárások, hiába tesznek meg mindent, hogy fékezzék a járványt, megint egyre több a beteg. Ráadásul az országban alacsony az átoltottság is, ezért került napirendre, hogy valamit máshogy kell tenniük az ausztráloknak, mint eddig. Ausztrália hiába küzdött sokáig sikeresen a járvány ellen. A delta variáns megjelenése óriási nehézségeket okoz a védekezésben. Ráadásul az immár hónapok óta tartó lezárások sem vetettek véget a koronavírus terjedésének. Szombaton 1700 új esetet regisztráltak, ami újabb rekordot jelent. A legtöbb megbetegedés a járvány egyik gócpontjában, Új-Dél-Wales államban történt. A koronavírus újabb 4 áldozatot is követelt. Tegnap este 8 óráig a helyi egészségügyi körzetben 9 fertőzöttet regisztráltak. Mind a 9-en Wilcaniában betegedtek meg, mondta a szaktárca vezetője. Az Új-Dél-Wales nyugati részén található mindössze 500 lelkes településen ausztrál őslakosok élnek, több generációs háztartásokban. Ez egy kisváros. Itt, ha valaki elkapja a vírust, már is tudja az egész közösség. Ijesztő, de így van, magyarázta egy helybéli. Az ausztrál hatóságok ideiglenes szálláshelyeket, sátrakat és lakóautókat biztosítanak a koronavírusban szenvedő közösség tagjainak, hogy megakadályozzák a vírus terjedését, illetve az átadás kockázatát. Eközben az állam miniszterelnöke bejelentette, kormánya a héten dönt a delta variáns miatt már korábban elrendelt zárlat feloldásáról, ami szeptember 10-én ér véget. Örvendetes, hogy Új-Dél-Wales államban hivatalosan a lakosság 40%-a már teljesen bevonultva. Ez óriási mérföldkő, ahhoz képest, hogy hol tartottunk néhány hónappal ezelőtt, mondta az állam kormányfője hozzátéve. A cél az, hogy minél hamarabb elérjék a 80%-os átoltottságot, ami akár a teljes nyitást is jelentheti. Ausztráliában azonban lassan halad az oltás. Eddig a lakosság mindössze 28%-a kapta meg a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját. A szövetségi kormány a héten bejelentette újabb, mintegy 4 millió adag Pfizer vakcinát vásárolt Nagy-Britanniától, hogy felpörgesse az oltást. Az ausztrál miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a vakcina védelmet jelent a fertőzésekkel szemben, de nem lehet teljesen kiirtani a vírust. Továbbra is együtt fogunk élni ezzel a vírussal, ahogyan más fertőző betegségekkel is együtt kell élnünk. Erről szól a nemzeti oltási terv is, amit közösen kell végrehajtanunk, mondta Scott Morrison. Ugyanakkor leszögezte, Ausztráliának stratégiát kell váltani a járványkezelésben, mint fogalmazott, véget kell vetni a teljes lezárásoknak, ami meghatározó a gazdasági felzárkózás szempontjából. Megkezdte a vizsgálódást az Európai Csalás elleni Hivatal Cseh Katalin ügyében. Ezt Dajcs Tamás jelentette be. A fideszes európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy még augusztus elején tett bejelentést az Olafnál Európai Uniós közpénzeket érintő csalás alapos gyanúja miatt. Dajcs Tamás azt is írta, hogy egy Cseh Katalin vezette cég és a Cseh család cégének üzleti köre a hazai fejlesztési forrásokat és az uniós támogatásokat megcsapoló céghálózatként működött. Megkezdte az Olaf a vizsgálódást a Cseh Katalin ügyben, jelentette be közösségi oldalán Dajcs Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője még augusztus elején tett bejelentést az Európai Csalás elleni Hivatalnál a Momentumos EP képviselő ügyében uniós közpénzeket érintő csalás alapos gyanúja miatt. Most például kezdetnek le fogunk buktatni valakit. Valakit, aki kétszínű volt. A botrány júliusban robbant ki, amikor egy álarcos figura azt állította, hogy egy kettős játékot űző politikust fog lebuktatni. Nem sokkal később nevezték meg Cseh Katalint. A benfentes.net akkor arról írt, akkorában az ő ügyvezetése alatt álló Pannonia Nyomda Kft. Több mint 285 millió forintnyi EU-s támogatást nyert. A nyomdához köthető céghálózaton keresztül pedig további 4,5 milliárd forintnyi közpénz landolt a Cseh család üzleti partnereinél. Cseh Katalin az M1-nek tagadta, hogy bármi köze lenne az érintett cégekhez.
Semmi közöm ezekhez a vállalatokhoz, és természetesen visszautasítom azt a rágalmat, hogy nekem bármi közöm lenne ehhez a pénzhez. Később az is kiderült, hogy a családi cég egy olyan pályázattal nyert 68 millió forintos uniós támogatást, amelyben a kiépíteni kívánt technológia egyik felhasználási lehetőségeként a 2024-es magyarországi olimpiai pályázatot nevezték meg. Majd aztán éppen Cseh Katalin lett az egyik vezéralakja az olimpia ellenes aláírásgyűjtésnek. Én nem vagyok hajlandó egy olyan országban élni. Az elmúlt 30 évben kénytelen voltam, ahol következménye semminek nem volt. Lehetett lopni szabadon, a közpénzt lehetett csalni és hazudni, de ennek véget kell vetni. Magyarország nem lehet többé következmények nélküli ország. A baliberális párt retorikája évek óta arról szól, hogy szerintük Magyarországon kizárólag fideszes cégek nyerhetnek a pályázatokon. Ezért a Momentum már évek óta azért lobbizik, hogy Brüsszel függessze fel a Magyarországnak járó támogatások kifizetését. A Cseh Katalinhoz köthető botrányt azonban mégsem vizsgálja a párt. Közben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt feljelentést tett Cseh Katalin ellen Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságánál. Egy magánszemély pedig a központi nyomozó főügyészségen tett bejelentést. A pestisrácok.hu úgy értesült, hogy az adatok begyűjtése után a NAV a napokban megindította a nyomozást költségvetési csalás gyanúja miatt a Cseh Katalin ügyben. Új épülettömböt adtak át a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. Az épületszárny csaknem 14 milliárd forintos forrásból készült el a Modern Városok program keretében. Mostantól 34 szemináriumi terem várja majd az egyetemistákat, akik az új helyiségekben a legmodernebb orvosi csúcstechnológiával dolgozhatnak. 40%-kal nő a kar oktatási és kutatási területe. Az épületet a legmodernebb diagnosztikai és terápiás eszközökkel és műszerekkel szerelték fel, és ez önmagában is mutatja azt a nagyszerű perspektívát, amely az egyetem előtt áll. Abban bízunk, hogy az átalakítás, amely azt tette lehetővé, hogy az alapítványi fenntartó hosszú távra tervezzem, közvetlen állami befolyás nélkül, de az állammal partnerségben a felsőoktatást fejleszte, az itt Pécsen is meg fogja hozni a gyümölcsét. Egyre több diák kapja ingyen a tankönyveket. Az általános iskolákban, középiskolákban és szakképesítésben tanuló fiatalok is az államtól kapják a könyveket szerte az országban. A családokért felelős miniszter arról beszélt, idén 1.200.000 tanuló családja mentesült a kiadástól, ami nagy segítség az iskola kezdés idején. Ceruza, füzet, papír és tolltartó. Ez csak pár felszerelés azok közül, amiket a szülők megvásárolnak a tanévkezdésnél. Sokaknak még erre a hétvégére is jutott beszerezni való tanszer. Az első héten már túl vagyunk, és még egy pár dolgot be kellett szerezni, amit még mondtak a szaktanárok. A nagy részét már augusztusban beszereztük, de még egy pár dolog hiányzik. A családoknak jelentős kiadást jelent a tanévkezdés. 2020 óta azonban már minden diák ingyen kapja a tankönyveket. Ez az iskola kezdésnél több 10.000 forint megtakarítást jelent. Az állam idén is segít a családoknak. Amíg 2013-ban közel 615.000 tanuló kapott ingyenesen tankönyvet, addig 2020-ra ez a szám duplájára nőtt. A családokért felelős miniszter a közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy egyre szélesebb körnek biztosítják ingyen a tankönyvellátást. Most már nem csak, hogy az általános iskola minden év folyamában, hanem a középiskolában is, sőt a szakképesítésben is ingyenesen adjuk a tankönyveket, tehát egyre szélesebb körnek adjuk ingyenesen az államilag biztosított tankönyvellátást. Novák Katalin felhívta a figyelmet arra is, hogy emellett támogatják a gyermekek étkezését a bölcsödékben, óvodákban és az iskolákban. A nagycsaládosoknak és a rászorulóknak pedig ingyenes étkezést biztosít az állam. Bemutatták a Magyarország 365 elnevezésű fotópályázat 5-tagú zsűriét. Keleti Éva, Kajzer Otto, Szecsődi Balázs, Haris László és Potyó Imre fotóművész dönt majd az alkotásokról. A kormány célja, hogy az eseménnyel Magyarország büszkeségeit mutassa be, valamint lehetőséget adjon amatőr és profi fotósoknak egyaránt. A pályaműveket természet és táj, épített örökség és életkép kategóriában lehet beküldeni október 18-áig.
Azt várom, hogy most a sajtófotósok is megmutassák, hogy mit tudnak. Eseményfotókat is várunk, ami Magyarországon történt, és olyan fotókat várunk nagyon-nagyon nagy szeretettel, amik bemutatják az országot, bemutatják azt a fejlődést, ami az elmúlt évben történt. Nemzetközi drogbanda tagjait kaptál a rendőrség Budapesten. A hálózat fejét még múlt héten Montenegróban fogták el, utána a többi dílert és fogyasztót is sikerült felderíteni. A hónapok óta tartó nyomozással több mint 300 millió forint értékű drog piacra kerülését sikerült megakadályozni. A házkutatások során a kábítószer mellett nagy összegben készpénzt is foglaltak le a nyomozók. Feltartott kezekkel jött ki egy budapesti házból ez a férfi, a nyomozók azonnal megbilincselték. Ő és testvére is benne lehetett abban a nemzetközi kábítószerhálózatban, amelynek több tagját januárban fogták el. A nyomozás azt is kiderítette, hogy egy horvát-magyar férfi lehet a hálózat feje, őt augusztusban kapták el. A Montenegróban elfogott férfitől jelentős mennyiségű kábítószert vásároltak, és azt tovább értékesítették. A nyomozás adatai szerint egy gépkocsit tartottak fent külön arra, hogy a kábítószert abban tárolják. A nyomozók ebben az autóban 5 nagy sporttáskában 27,5 kg kannabiszt foglaltak le. A testvérpár ügyfeleit is elkapták a nyomozók, tőlük THC-t tartalmazó olajos fóliákat és növényi származékot foglaltak le. A testvérpárnak kábítószerkereskedelem, a vásárlóknak kábítószer birtoklás miatt kell felelnie. A rendőrség szerint csak ezzel az akcióval 300 millió forint értékű drog piacra kerülését akadályozták meg. 80 megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki Triest belvárosában egy bár közelében. Az olasz rendőrség szerint először csak összeverekedett két koszovói csoport. Úgy tudni, hogy a 15 férfi valamilyen munka miatt veszett össze. Amikor a rendőrség a helyszínre ért, ketten menekülni kezdtek. Ekkor dördültek el a lövések. A rendőrség lezárta a területet, és a pénzügyi felügyeletet is a helyszínre riasztották. Bemutatták Penelope Cruz és Antonio Banderas új filmjét a Velencei Filmfesztiválon. Az alkotás 20 másik művel együtt versenyzik az Arany Oroszlánért. Fabricius Gábor első nagy játékfilmje, az Eltörölni Frankot szintén Velencében debütált szombaton a Filmkritikusok hetén, amely a filmfesztivál független párhuzamos rendezvénye. A magyar filmrendező alkotása 6 másik produkcióval áll versenyben. Venga, vamos allá. Vale, preparados? Részlet az Official Competition című spanyol filmből, amelyben ismét együtt játszik Antonio Banderas és Penelope Cruz. A történetben Penelope Cruz egy rendezőt játszik, akit egy 80 éves milliárdos azzal bíz meg, hogy készítsen egy remek mozit az életéről. A megrendelt film két főszereplője, Antonio Banderas és Oscar Martinez, zseniális színészeket alakítanak, akik emberileg azonban nagyon különböznek egymástól, és rettenetesen nehezen tudnak együtt dolgozni. A nehéz természetű rendezővel is gyakran konfrontálódnak, ami sokszor komikus jeleneteket szül. Mariano Conn és Gaston Duprat alkotását szombaton mutatták be a 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A film 20 másik művel együtt versenyez az Arany Oroszlánért. Életem egyik szakaszában sem akarok olyan lenni, mint az általam alakított rendezőnő. Ő egy olyan karakter, aki valószínűleg sokat szenved és nagyon egyedül van, mert egy elviselhetetlen személy. De sokszor volt szórakoztató, hogy egy időre a bőrébe bújhattam. Nagyszerű élmény volt, hogy a legtöbb jelenetben hárman voltunk, és a rendezők nagy szabadságot adtak nekünk, mondta az Oscar-díjas Penelope Cruz. A koronavírus járvány miatt rendkívül szigorúan ellenőrzik a résztvevőket a filmfesztiválon is. A vetítések és a rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. Tehát csak az vehet részt, akit már beoltottak vagy igazoltan átesett a fertőzésen, illetve ha 48 óránál nem régebbi negatív tesztet tud felmutatni. A fesztivál igazgatója Alberto Barbera szerint a pandémia jót tett a filmeseknek, mert kitűnő alkotások születtek. A közönség 59 produkciót láthat idén. A meglepetés az volt, hogy a színvonal magasabb a szokásosnál, mintha a járvány egyfajta ösztönzőként hatott volna a filmkészítők kreativitására. A legtöbben az egyik legcsodásabb produkciójukat alkották meg. Nagyon erős a felhozatal, nem is tudjuk bemutatni az összes filmet, amit imádtunk, mondta a fesztivál
fesztivál igazgatója még a megnyitó előtt. Fabricius Gábor első nagy játékfilmje, az Eltörölni Frankot szintén Velencében debütált szombaton, a Filmkritikusok Hete elnevezésű rendezvényen, amely a filmfesztivál független párhuzamos szekciója. A magyar filmrendező alkotása 6 másik produkcióval versenyez, a Lion of the Future, vagyis a Jövő oroszlánja díjért. A 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 11-éig tart. Hamarosan megnyitják a látogatók előtt a világ legnagyobb óriás kerekét Dubájban. A 250 méter magas építményből lenyűgöző 360 fokos kilátás nyílik a városra. A grandiózus 9000 tonnás szerkezet kétszer olyan magas, mint a brit London Eye, és még az Eiffel toronynál is jóval nehezebb. Az óriás kerék 48 fülkéje összesen 1400 ember befogadására alkalmas. A 6 VIP fülkének még saját bárja is van, ahol akár 40-en is elférnek egyszerre.